ismét egy olyan sportcélú beruházást adhatunk át, amire már az elmúlt időszakban is nagyon sok példa volt. Óriási volt a tömeg a BEM téren szerda délelőtt, kicsik és nagyok is csak arra vártak, hogy hivatalosan is megnyíljon Győr legújabb futópályája. Borkai Zsolt polgármester üdvözölte a város újabb sportos beruházását, ami sokat segíthet a mindennapi mozgásban és az egészség megőrzésben. A mozgás az egy nagyon fontos dolog. Az egészség érdekében, egy szóval azért, hogy a mindennapos testneveléshez akár nagyon jól tudjunk csatlakozni, és ezért is jó ez a BEM-téri beruházás itt, hiszen 3 iskola van itt a környéken, és talán ezért is jöttetek ide ki, remélem minél többen fogjátok majd használni. Februárban egy levéllel indult az egész sikertörténet, amikor egy környékbeli édesanya, Megyeriné Kovács Marian kezdeményezte, hogy futópályát kellene kialakítani a parkban, ahol egyébként is sokan szoktak mozogni. Az ötletet a körzet képviselője is támogatta, mostanra pedig valósággá vált a sportolni vágyók régi álma. Elkészült ez a pálya, amire én is azt kívánom, hogy használja mindenki az egészségére, vegyék birtokukba. És rendkívül örülök annak, hogy ezzel a rendkívül színvonalas dologgal, Borkai polgármester úr támogatásával megépülhetett ez a pálya. Ez a Nádorváros városrésznek egy kiváló lehetőség a sportolásra. A környéken 3 iskola is van, a diákok pedig szívesen jönnek a térre futni, de nem csak nekik, hanem az itt élőknek is nagy segítség az európai színvonalú 370 méteres rekordtámpálya. Ez mindannyiunknak, mind a 3 iskolának, a Nádorvárosinak, a Barosnak és a Gátonyinak is szerves része lesz, ugyanis a mindennapos testneveléshez a feltételek nem minden tekintetben adottak, és ez igenis ki fogja egészíteni a lehetőségeink tárházán. Aranyérem, könnyes szemek, anya, én is futó leszek! Kunsára Zsófia verssel köszönte meg az új futópályát, majd a nemzeti színű szalagot is átvágták. Ezt követően több száz gyerek vette azonnal birtokba a 16 millió forintból megvalósult fejlesztést, amin az első hivatalos kört a környékbeli iskolások futották le. Mostantól azonban mindenkit vár a kényelmes rekordtán, aki egy kicsit tenni szeretne az egészségéért.